Kedves nézőink, valószínűleg nagyon sokan fül- és szemtanúi voltak annak, amikor az idei városnapon a Maklári Lajos pedagógiai és közművelődési díjat közösen kapta a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium természettudományi munkaközössége. Azt gondolom, hiszen ott is elhangzott a méltatásban, hogy egy évek óta tartó, közel 10 éve tartó, nagyon komoly és eredményes munka gyümölcse volt ez a kitüntetés, és most nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdiumban a kitüntetett pedagógusokat. Kezdjük a bemutatkozással. Magnéseres Marianna, Nagy Zoltánné és Fejér Imre. A szakok azok ugye földre, nem jól mondom, biológia, kémia, informatika, illetve Tündinél még van egy matematika szak is, és hát Imre pedig rajz, földrajz szakos pedagógus. Hát ugye most, ha az időrendiséget, tehát azt néznénk, hogy ki dolgozik legrégebb óta a gimnáziumban, akkor Imrével kezdenénk, de mint a hölgyek vannak itt, tehát akkor legyen az elsőbség Marianné, hiszen hármójuk közül a második legrégebb ideje a gimnáziumban dolgozó pedagógus. Marianné, mi már beszélgettünk itt ebben a stúdióban, hasonló, de nem teljesen téma kapcsán. Először is nézzük azt, hogy ki milyen pályafutás után érkezett el ehhez a díjhoz. Tehát ugye rólad nagyon sokan tudják, hogy törzsgyökeres hajdunánási vagy. Beszélj egy picit arról az életútról, röviden természetesen, ami eddig vezetett. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én hajdunánási lakos vagyok, bár nem hajdunánási születésű, mert Debrecenben születtem, és én itt jártam iskolába, általános iskolába, ebbe a gimnáziumban tanultam, és 1986-ban érettségiztem itt a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban, és utána a Debreceni Egyetemen, akkor Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, biológia-kémia szakon, így is végeztem 1991-ben. Akkor nem volt itt tanári állás lehetőség, úgyhogy én Tisztavasváriban kezdtem az alkaloida vegyészeti gyárban, ott dolgoztam 2 évet mikrobiológusként. Aztán, amikor megszületett a nagyobbik gyermekem, utána volt lehetőség tanítani, és akkor először a akkori 6-os iskolában dolgoztam 1 évet, és a 95-96-os tanévet kezdtem már a Kőrösiben, és hát azóta végig ott dolgozom. Ennyi nagyon röviden, köszönjük szépen. És ahol már Tiszavasvárit említetted, kolléganő Tiszavasváriból került Hajdunánásra, Nagy Zoltánné Tündi. Tündi, te hogy s mint kerültél Hajdunánásra, és mikor? Hát én Tiszavasváriban jártam általános iskolába, majd Debrecenben érettségiztem a vegyipari szakközépiskolába. Ezt követően Nyíregyházán jártam tanárképző főiskolára, és hát amikor elkezdtem tanítani, akkor Tiszavasváriba a szakközépiskolába szakmai tantárgyakat tanítottam, tehát mindig is a kémiát tanítottam tulajdonképpen, ha ezt nézzük. 2004-es tanévben a kisfiam jött a 8-osztályos gimnáziumba, és akkor volt egy állás lehetőség, amit megpályáztam, és Debreceni Erzsike jó voltából meg is kaptam ezt az állást, és hát tulajdonképpen a 2004-es tanév óta tanítok itt. Akkor tanítottam matematikát, kémiát, többségében kémiát persze, és hát nagyon új volt nekem, hogy 8-osztályos gimnáziumban a kisgyerekekkel foglalkoztam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy nagyon élvezték a versenyfelkészüléseket, nagyon szerettek, hogyha külön órán foglalkoztunk velük, és hát kedvet kaptam erre a munkára tulajdonképpen. Erre még majd visszatérünk, erre a 8-osztályos, tehát amikor a gyerekek, tehát nem 14 éves korba kerülnek be, hanem még sokkal hamarabb, tehát ez érdekes lehet a szakmai tantárgy, főként ugye kémia és ilyen tantárgyak tekintetében, de folytassuk Imrével. Imrének is azért, beszéltünk itt előtte, hogy hajdunánási születésű, de azért volt egy kis kitérő. Hát nem kis kitérő, eléggé hosszú, hiszen 1984-ben végeztem a Pécsi Egyetemnek a tanárképzőkarán rajz, földrajz és grafika szakon. Majd 89-ig Karcagon dolgoztam, és 89-ben Debreceni Erzsike segítségével kerültem át végül is Nánásra, és azóta tanítok és itt. És azóta is itt van. Igen. Tehát röviden ennyi. Már említettétek többen Debreceni Erzsikének a nevét, de Marianné, milyen érzés volt az, amikor te visszakerültél a gimnáziumba, és mondjuk még ott voltak azok a pedagógusok, akik téged tanítottak? Hát ugye egyrészt ezzel utalnék, vagy kérdezném is, hogy
Tehát kik voltak azok a pedagógusok, akik tölti azért a gyakorlati tudnivalókat elsajátítottátok, mert egy dolog az egyetem, és más dolog a gyakorlati, a mindennapok gyakorlata. Hát érdekes volt, nagyon érdekes. Először is olyan félelmetes egy kicsit, hogy azokkal kerültem egy tantestületbe, akik tanítottak, és aztán más együtt dolgozni valakivel, és más tanárként tisztelni, borzasztó szeretettel, rengeteg segítséggel fogadtak. Tehát én nagyon sok jót kaptam, és nagyon sok segítséget. Kaptam Békisné Krusovszki Annától, aki tanított is, és utána még 5 évet együtt dolgozhattunk. Kaptam Békis Zsigmondtól, aki a lehetőséget kínálta, mint volt tanárom, és ő szólt, hogy mondta, hogy megy az egyetemre, és gyere Marianne, és legyél az utódom. Ez óriási megtiszteltetés volt, mert nagyon sokat kaptam Zsigától, és kémiából ő az egyik, aki meghatározta a tanulmányaimat. Hát aztán ott volt Kis Lászlóné Livike néni, akivel együtt dolgozhattunk, bár csak néhány hónapot, mert ő ment nyugdíjba, akkor Kovács Zoltánné, Adél néni, aki rengeteget segített, mint kémiaszakos, igen, és nagyon sok fortéit mondott, hogy mit, hogy érdemes, hogy lehet, és őszinte segítséget és rengeteg szeretetet kaptam, és nem szabad elfelejteni Juhász Zoltán Éva nénit, aki nekem osztályfőnököm volt, aki szintén nagy szeretettel fogadott, és hát Debreceni Néni Erzsikét, mint igazgatónőt, de mindenkit, mert hát a Gömöri házaspár is ott volt, és ők is tanítottak, és ők is szeretettel befogadtak. Molnár Jóska bácsi, akitől rettegtünk, mint tanár, és a végtelen kedves kollega volt, Bóri tanár úr, igen. Úgyhogy én sok szeretetet és sok támogatást kaptam, és befogadtak, mikor oda kerültem. Tündi, neked milyen volt? Hát ugye említetted, hogy a gyermeked jött ide a hatosztályos? A nyolcosztályos gimnáziumba, és említetted, hogy nagyon megfogott ez téged, és sikerült ide. Hát eleve a gimnáziumnak volt egy olyan hangulata, varázsa, ami nekem kicsit hasonlított a vegyiparinak a varázsához, hiszen mindegyik azért nagyon régi, neves iskola, és hát úgy éreztem magam, hogy itt meg fogom találni azt, amit keresek, tehát én első pillanatban éreztem, hogy itt nagyon-nagyon szeretni fogok dolgozni. Mariant, ahogy megismertem, abban a pillanatban láttam, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk. Sokszor tényleg még a szakmai dolgokról is nagyon hasonlít a véleményünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, amiért ide kerültem és itt taníthattam. És hát bizony egy kicsit voltak fenntartásaim, hiszen azért én ilyen bejárósként nem sok mindenkit ismertem, és azt hiszem, hogy az évek folytán már elfogadott a hajdunánási lakosság, és egyre több ismerősöm is van. Úgymond. A szülők is, és igen, úgy érzem, hogy befogadtak. És említetted, hogy nagyon megfogott téged a 8-osztályos rendszer. Mennyiben másabb az, hiszen már előtte volt tapasztalatod, mondjuk ezekkel a kicsikkel kezdeni a szakmai tantárgyakat, és akkor mondjuk ilyen gimnáziumi szinten, vagy pedig már a nagyobbakat. Tehát jobban meg lehet-e alapozni? Vagy ez csak a kívülről látva tűnhet ilyennek? A 8-osztályos gimnáziumban ugye az volt a nagy előnye, hogy tulajdonképpen végigvisszük a gyerekeket, mi fogjuk érettségiztetni. És már úgy kezdem el 7. osztályban a tanítást, amiből látom, hogy majd érettségint mi mindenre lesz szükség. Teljesen más, mint 9-ben kezdeni a munkát, tehát mindenképpen sokkal több lehetősége van az embernek és a gyerekekkel. Mire 9-be kerülnek, és tényleg elkezdjük a kemény kémiát tanulni, addigra ők már megszokják a stílust, a számonkérési módot, úgyhogy velük teljesen más dolgozni. Meg ha nincs esetleg mondjuk pedagógus váltás, akkor törés nélkül tudják, tehát az sem mindegy, hogy most igen, ugyanaz a pedagógus viszi vissza azokkal a módszerekkel, vagy pedig más. Imre, ugye Tündit említette az iskolának a légkörét, a varázsát is. Azt hiszem, hogy ennek a gimnáziumnak is van egy olyan kisugárzása, bár lehet, hogy ezt csak így én belemagyarázom, amit a falak, a termek, az ott tanító nagy elődök, egy Igmándi József és a többiek
sugallnak. Hogyan érezte ezt, mikor ide került 89-ben? És főleg a művésztanárt hogyan érintette? Az épület az ismeretlen volt, mert még nem láttam, viszont ismerettség volt, hiszen volt aposom is itt tanított, és Sebessén Miklósra volt nagy baráti kapcsolatunk, és Miklósnak nagyon sok mindent köszönhetek a szakmai előmenetelemben, hiszen a művészeti pályámon ő tényleg sokat segített, mind városi, mind pedig megyei szinten. Hát Lébikenét mindenképpen ki kell emelni, mert ő tényleg egy külön egyéniség volt, és mikor ide kerültem, akkor ő volt a mentor tanárom. A földrajz. Földrajz területén, tehát akkor egy kicsit ő igyekezett a területen, és hát a órákon kicsit segíteni, hogy meg tudjam állni majd a helyemet későbbiekben is. Békés család vagy házas pár szintén, ők nagyon sokat segítettek, mivel ő volt a szakmai vezető Zsigmond. Tehát ő sokat segített szintén a szakmai előmenetelben, ezek jutnak így eszembe hirtelen. Meg még egy-kettő. De most azt mondhatjuk, hogy ez a trojka. Tehát gyakorlatilag a 2000-es évek közepétől vagytok így együtt, igaz? Nagyjából egészében. És hát hogy azok az eredmények megszülethettek, ami úgy itt a méltatásokban elhangzott, hogy bizony országos tanulmányi versenyekre és más egyéb szakmai versenyekre, kémia versenyekre, földrajz és egyéb versenyekre eljutnak a gyerekek, ahhoz azért nagyon komoly, és azt gondolom, hogy plusz munka is szükséges. És hogyan zajlik egy-egy ilyen tanulónak, hiszen gondolom, ahogy bekerül Márti, akkor látjátok, hogy most ez tehetséges, valamivel többre érdemes és jut abban a tantárgyban, amit esetleg ti úgy gondoltok, hogy akkor továbbfejleszthető és országos versenyeken is elindítható. Marian. Hát, ez minden. Sok is, meg hosszú is. Sok is, meg hosszú is, igen. Hát először is nyilván a gyerek aktívabb, érdeklődőbb, figyelmesebb, és látjuk, hogy olyan dolgokat tud, amit úgy egy átlagos gyerek nem. Akkor, ha ez az érdeklődés nem csak az órának szól, hanem egy kicsit megkérdezzük, hogy szeretnél-e többet, szeretnél-e versenyfelkészítőre járni. Ha jön a gyerek, akkor elkezdünk vele foglalkozni. Felmérjük, hogy körülbelül mire lehet nevezni, mert biológiából a különböző versenyeknek azért különböző háttérismeret igényük van. És ha azt látom a gyereken, hogy fantasztikus faismerettel rendelkezik, mint a mostani tanítványaim, néhány közülük, akkor megpróbáljuk ezt a miskolci versenyt, az Árokszállási Zoltán biológia versenyt, ami országos verseny, eredményeink vannak rajta, de nem minden gyereket lehet benevezni egy árokszállási versenyre, akkor sem, ha jó biológiából. Aztán utána próbálunk olyan feladatokat megoldani, ami ahhoz a versenyhez kell. És hát nyilván túljutunk egy helyi fordulón, ha országos középiskolai tanulmányi verseny, amit OKTV-nek rövidítünk, túl kell jutni egy megyei fordulón, ahol már borzasztóan nehezek a feladatok. És ha minden együtt áll, a gyerek, a szülő, a tanár, az aznapi csillagok jól álltak, mert nagyon-nagyon sok minden kell, akkor jutunk be egy országos versenyre. Nagyon-nagyon sokszor dolgozunk, hosszú éveket, nagyon jó a gyerek, és valahol valami ebből az együttállásból pont akkor maradt ki, amikor éppen teljesíteni kellene. Úgyhogy nagyon sok tényezős dolog, nem tudnánk úgy megoldani a dolgot, mint egy gyári minőségbiztosításba, ahol ha jól lepapíroznak mindent, és minden tényezőnek eleget tesznek, akkor biztos az eredmény. A miénk az mindig egy kis bizonytalanságon múlik, akkor is, ha mindenki 100%-osan oda teszi magát. Tehát az aznapi forma, amit ott a versenyen nyújtani kell, az sok mindentől függ, ezt tudjuk, és emberből vagyunk, és hát ezért szép, én úgy gondolom. A gyerekeket egyébként tudjátok arra a stressz helyzetre felkészíteni. Mert azért egy verseny, az legyen, az én láttam már, akár csak egy pici helyi. Igen. A gyerek akkor is iszonyatosan izgul, vagy legalábbis a nagy többség. Tehát hogy lehet ezeket a gyerekeket úgy készíteni, stresszoldás egyebek, hogy úgy próbálják tényleg a legjobb formájukat hozni, mert nem biztos, hogy nem tudta, csak éppen akkor valamilyen oknál fogva leblokkolt, nem jutott eszébe, rossz választ mondott. Hát nyugtatjuk.
Mindenképpen nyugtatjuk, mindenképpen mondjuk, hogy bármi is a verseny kimenetele, mi nem leszünk szomorúak, nem fogunk rájuk haragudni, óriási félelem van bennük. Még a megyei fordulónál annyira nem, én országos döntőknél éreztem, hogy iszonyatosan félnek. Hogy most mi lesz? Igen, mert nagyon nagyok az elvárások, akkor már önmagukkal szemben is nagyon nagy elvárásuk van. És hát félnek a közösségtől, hogy mit mondanak a többiek, hogyha nekik ez nem sikerül. Mit mondunk mi, akik borzasztóan sokat dolgozunk velük ahhoz, hogy ide eljussanak. És nyugtatjuk, tehát én úgy gondolom, de szerintem Tünde meg Imre is hasonlóképpen csinálja, hogy meg kell nyugtatni, hogy egy biztonságos háttér van mögöttük. És mindig kell adni egy vigasztaló szót is, hogy figyelj, ha nem sikerül, akkor ez csak egy verseny. De biztos, hogy sikerül az emelt szintű érettségéd, ami neki nagyon fontos, és mindaz, amit eddig tanultál, ott biztos, hogy kamatozni fog. Tehát nyugtatni kell, én úgy gondolom, hogy pszichológusként is kell mögöttük állni, és hát hozzáadni azt a maximális tudást, amit adhatunk, és akkor bízunk a napi jó csillagállásba, tehát más nem tudok mondani. A kémia területén hasonló, hogy működnek, láttam, tehát kémiából is nagyon sok versenyre. Itt például most puskázni fogok egy picit, hogy Küri versenynek? Igen, a Küri versenynek a területi központja Hajdunánás. És akkor ez már mindig így van, vagy pedig csak egy alkalom? Hát ez már most második éve tart, igen, tehát reménykedünk benne, hogyha az eredményeinket tudjuk tartani, és ott vagyunk évről évre az országos döntőbe, akkor ez így marad. Nagy könnyebbség ez egyébként nekünk, rengeteg gyerekversenyzett Küri versenyen évek óta, és hát debreceni területi központba jártunk be, ami nem volt egyszerű, hiszen össze kellett szervezni, iskolakocsi kevés volt, amikor 15-20 gyerek is ment, nagyon nagy szervezést igényelt, és így egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, és a gyerekek szerintem kevésbé stresszesek, tehát már az maga egy ilyen stresszforrás volt, hogy el kell menni, és a Tóth Árpád gimnáziumba kell versenyezni. Ó, hogyne, igen, és akkor a nagy hírű debreceni gimnázium. Most is velük versenyzünk tulajdonképpen, de hát mégis csak a saját környezetükben. Igen. Bocskai iskolások szoktak hozzánk csatlakozni, és hát azt gondolom, hogy azért várható, hogy a környék általános iskolái, középiskolái előbb-utóbb becsatlakoznak még. Tehát mennyire még népszerű a gyerekek körében a kémia? Vagy mennyire tudja népszerűvé tenni a pedagógus? Mert láttam, szinte nagyon jó eredmények vannak. 7. osztályban még rendkívül népszerű, különösen amikor laborban kísérletezünk. Aztán azt hiszem, hogy minden más tantárgyal is így van ez, hogy amint megkezdődik a számonkérés, és le kell ülni tanulni, akkor már kevésbé vonzóvá válik ez a tantárgy is. Van, aki kitartó, és hát belőlük lesznek a versenyzők. Így van. Nem tudom, nekem középiskolás éveimből rémlik ilyen, hogy szerves meg szervetlen kémia, de... Igen, van hiszem, ilyen. Hogy ennél sokkal messzebbre már nem nagyon emlékszem. Imre, a földrajzon hogy vannak a gyerekek? Mert én azt gondolnám, hogy a földrajz ez egy fantasztikus tantárgy, hiszen országokat, embereket, tájakat, meg hihetetlen információgazdag, ami szinte a mindennapi életben, mondjuk a kémia másabb, bár lehet, hogy ennek is van, hétköznapi vonatkozása is, sőt. Nagyon sok van ilyen. Tehát de a földrajz az azt hiszem, hogy tehát számomra egy ilyen mesés tudománynak tűnik, ami nagyon vonzó lehet, de valóban ilyen? Hát annyira nem mesés, mert azért ott is vannak összefüggések, és azért nagyon sok folyamatot kell megismerni a diákoknak, meg fogalmakat. Tehát az, hogy van egy leíró földrajz, amelyek tényleg érdekesség szempontjából esemény, történeteket vidékekről írnak, de ott kezdik a nehéz, hogyha a vidékeknek a folyamatait értelmezni kell, mondjuk a városoknál, vagy országoknál bizonyos társadalmi, vagy bármilyen urbanisztikai folyamatot értelmezni kell, akkor már bizony gondok vannak. Tehát érdekes a földrajz, és inkább azáltal lesz érdekes, hogyha többet foglalkoznak vele, aki foglalkozik vele. Az én tanítványom közül, akik versenyre kerültek, vagy versenyre mentek, én mindig azt mondtam nekik, hogy nem az anyák, hogy elsők legyetek. Ez egy megmérettetés, egy próba. És a próba alapján ők ítélkezni tudnak, hogy milyen szinten állnak. Tehát
Ez alapján tudnak tovább lépni, mert mondtam, hogyha ez sikerül, akkor ez egy tovább lépés. És akkor ez neki öröm. És ez fogja őt biztatni, és lelkesíteni, hogy tovább lehet lépni magasabb szintre. Tehát az, hogy nekik van-e valami feszültség a versenyek előtt, hát ezt legfeljebb úgy szoktuk megoldani, hogy na, mi lesz majd az ebéd, hogy áll a nyakkendőd, mi van a zsebedbe, vagy nézd meg, ezek is feszültségoldók. Persze, nézd meg, hogy hogy izgulnak taktikák. A többiek, és miért, nem tudjuk, ugye. Tehát vannak ilyen kis se egyszerű poénok, amelyekkel el lehet tölteni, és a feszültséget el lehet terelni ezáltal. Olvastam ezt a bizonyos ásványgyűjtő szakkör. Ez egy érdekes, és azt hiszem, hogy Nánason és főleg a gimnáziumban nagy hagyománya volt, tehát még nagyon-nagyon régen is. Tehát a természettudományi szertár van erről, majd Mariannal váltunk néhány szót, tehát ott is azért nagyon sok szép minden található. Vonzódik, tehát az ásványok azok, mert hogy azért itt azért egy külön, hát nem is azt mondom, hogy hobbi, de valamilyen erős kötődés is szükséges, azt gondolom én. Hegymászás. Azt nagyon szeretik a gyerekek. Tehát tényleg most is vágynak rá, érdeklődnek, mikor beszélgetünk az ásványokról, megmondom, hogy korábbi években túrázgattunk, rendszeresen kirándultunk, Tündinek a fia is velem járt, ő is. Megfertőztem, igaz, hogy vegyészmérnök lesz, de megfertőztem ezzel, de a kettő között is nagyon sok kapcsolat van, hiszen ásványgyűjtés amellett, hogy ez föltani képződmény, kémiai anyagokból áll össze. Igen. Meg hát azért egy kicsit a kincskeresés ősi ösztöne is benne lehet a gyerekekben. Igen, azt nagyon szeretik, és az élmény, az mindig elmondom Tündinek, amikor kicsi volt a gyereke, és az egyik nagyon kedves barátjával, osztálytársával együtt gödörből csak a lábuk lógott ki, és bent mesélték, meg keresték a kis dolgokat, és ha találtak, akkor milyen örömmel bújtak ki a gödörből, hogy megtaláltuk. Úgyhogy ezt szeretik. Most tavaly tavasszal volt pályázati lehetőség, hogy 3 alkalommal gyűjtőtúrára mehettünk, ezt nagyon szerették a diákok reggeltől estig. Az, hogy bányába mentünk, hegyek közé mentünk. Egy ilyen kietlen, vagy van nagyon skizgazos területen, ezeket mind élvezték, hogy át kell menni. És át kell ezeket. Melyik hegyvidékre jártak? A leggyakoribb gyűjtőterületünk az a Bükk volt, a Cserehát, Akteleki karszt és a Zempléni hegység. Hát ami azért tehát, itt tőlünk igen, az északra fekszik. Ez a legkönnyebben megközelítő és legközelebb van hozzánk. És sok érdekes dolgot is lehet ott találni egyébként. Igen, igen. Hát van úgy, hogy a gyerekek legfeljebb tényleg egy-két dolgot találnak, de a kitartás az mindenképpen meghozza az eredményt. Ma azt mondják, hogy ők nem mennek, amíg nem találnak ők is valamit. Valami kell, a vadászsák, mert ez szükséges. Említettem én már a természettudományi szertárt, ami azt hiszem, hogy a gimnáziumnak volt egy időszaka, amikor hát ilyen ékessége volt. Hihetetlen gazdag gyűjteménye volt, és hát még van ma is, de azért már egy picit bizony restaurálásra, felújításra szorulna, de egyáltalán ez kivitelezhető-e, megoldható-e, hogy látod ezt, Marian? Mi minden is van ebben, hiszen egyszer végignéztük ezt a szertárat, nagyon sok érdekes dolog van még benne ma is. Hát a szertárnak nagyon hosszú története van. 1906-ban adták át az iskola mai épületét, és 1906-ra készültek el azok a bemutató szekrények, vitrinek, amelyek ma is megvannak, amibe tároljuk az állományt. Nemes Félixnek a nevét kell mindenképpen megemlítenem, aki a szertár atya talán és megalapítója. A régi évkönyvekben rengeteg feljegyzés van Nemes Félix idejéből, és az a gyűjtemény, amit ma láthatunk, annak egy része iskolánk volt tanítványainak az adománya. Tehát a kitömött állatok, kitömött madarak, közel 100 darab kitömött állat van jelenleg is a szertárban. Nagyon sok nedves készítmény, mikroszkópi készítmények, amelyek 1912-ben vagy éppen 1936-ban készültek. Szoktam adni a gyerekeknek, és szoktam mondani, hogy nagyon vigyázzatok, nézzétek a dátumot, hogy mikor készültek ezek a preparátumok. Nagyon szépek, jó állapotban vannak, de tényleg igényelnének egy felújítást. A madarak, az emlősök megfakultak.
de korukhoz képest szerintem jó állapotban vannak. Nedves készítményeket szoktuk gondozni, ugyanis az nagyon egyszerű, hiszen csak fel kell tölteni a formalint, feltéve, ha ki tudjuk nyitni az üvegüket, ilyen csiszolatos üvegük van, és van, amikor annyira összeszorul a csiszolat, hogy nem tudjuk kivenni belőle, és akkor így nem tudjuk feltölteni, de amit tudunk, nyilván igyekszünk az állagokat megóvni, de hát madarakhoz, emlősökhöz nem tudunk nyúlni. Tehát de azok nem. Egyébként felújíthatók, vagy pedig vigyáztok rá addig, ameddig is, aztán egyszer vége? Én úgy gondolom, hogy felújíthatók lennének. Nem tudom, hogy ki foglalkozik per pillanat vele. Eddig ugye nem volt olyan forrás, és nem volt olyan lehetőség, és nem találtunk olyan pályázatot, amiben esetleg erre lehetne pályázni, úgyhogy nyilván figyelemmel fogjuk kísérni. Én úgy gondolom, hogy felújíthatók lennének. Beszéltünk itt a régi természettudományi szertárról, de hát van az iskolának egy természettudományos laborja, ami azt gondolom, hogy ez viszont a mai kornak mondjuk hasonló vívmánya, mint ami annak idején több mint 100 évvel ezelőtt volt. Hát 21. Milyen most századi. Ebben dolgozni? Nagyon-nagyon jó ezekkel a modern eszközökkel dolgozni, és hát én vegyipariba jártam, nekem ismerősek voltak ezek a dolgok, viszont hát ilyen gyönyörű laborba egyetlen egy iskolába, se főiskolán, se az egyetemen nem vehettem részt. Nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó itt dolgozni. A gyerekeket is megfogja első pillanattól. Nagyon jó nekik, amikor köpenyt lehet fölvenni, és hát a kezdetek kezdetén még abba fényképezkedtek, mert hát ez volt a legjobb dolog, viszont nagyon nehéz órát tartani. Tehát a labor az 18 fős csoportra van kitalálva. Nálunk a kémia az nem csoportbontásban történik, hanem 30-36 fős osztályokat tanít egy ember, így van. És ugyanúgy megtartjuk a laboros órákat, mint amikor 18 főnek megtartják, hát természetesen az embert kíván 45 percre, de nagyon keményen. A gyerekek nagyon élvezik, nekünk nagyon fárasztó, de nagyon szeretjük. De hasznos. Természetesen, tehát, igen. Tehát nagyon jól alá tudja az elméleti dolgokat támasztani ezek a gyakorlati kísérletek. Eddig is kísérleteztünk. Tehát, ezt gondolom, de azért ez másabb. Másabb egy kicsit, több lehetőségünk van. Tényleg nagyon szeretnek a gyerekek a laborban lenni, de hát a kísérletezés az nem most kezdődött természetesen. Tehát mindig törekedtem arra, hogy csoportban kísérletezzünk, akkor is, amikor még csak szaktanterem volt, összetoltuk a padokat, sőt, akkor is kísérleteztünk, amikor a labor éppen épülőben volt, akkor az udvaron kísérleteztünk, hogyha olyan kísérlet volt, amit teremben nem lehetett elvégezni. De mindenképpen kell a gyereknek. Nagyon-nagyon jó, hogy van előkészítés, tehát a kezünk alá dolgoznak, mert hát bizony az még délutánokban hajló plusz munkát igényelt, amikor mosogattunk a mosdóba kémcsöveket, és hát és hasonló eszközöket, dolgok. Úgyhogy megkönnyíti a helyzetünket, és a gyerekek tényleg nagyon szeretnek a laborban lenni. Na most ugye az, hogy kémia-fizika laborban folyik, de a földrajz milyen szinten tud bekapcsolódni mondjuk a labor munkájába, vagy be tud-e? Ez most a laikus kérdése. Pályázat csak kémia-biológia és földrajzra, és fizikára. Nem, hadd szóljon már közben. Igen, no, akkor tisztázok a labor funkcióját, hogy milyen kisebb, vagy milyen tantárgyakhoz lehet használni. Akkor csak a kémia, meg a biológia. Pályázat hivatalosan csak biológiára íródott, mert hogy biológiából volt meg a pályázatnak megfelelő emelt szintű óraszámunk. Igyekeztünk úgy megcsinálni a pályázati anyagot, mivel a biológia magában nem működhet, hogy minél több kémiát tegyünk bele. Így aztán ez a labor nagyon különleges módon biológiára és kémiára jött létre. Úgyhogy rengeteg biológia órát tartunk a laborban, mert a biológia emelt szintű képzés, ami a 6-osztályos gimnáziumban folyik, az nagyon sok lehetőséget ad, és nyilván ezt igyekszünk is kihasználni, és roppantul élvezik a gyerekek, és mivel ott a csoportlétszám nem éri el a 18 főt, mert ugye csak fél osztály van, sokkal könnyebb biológián egy kísérletes órát megcsinálni, mint ahogy tapasztalom én is másik tantárgyamból, kémiából, 33 gyerekkel.
Tehát 11, 12, 15, 16 fővel fantasztikusan jó dolgozni benne, nagyon jó, hogy előkészítenek, nagyon rutinosak a gyerekek, és hát mindaz, amit el kell végezni egy biológia emelt oktatásba, én úgy gondolom, hogy mindent el tudunk végezni. Úgyhogy biológiára és kémiára. Íródott. Úgyhogy. De ha... Térjünk vissza. Térjünk vissza. Az eredeti kérdés, hogy ha és amennyiben, mondjuk a földrajz is egyszer talán, lehet, hogy egyszer talán még belefér, majd ha lejár a fenntartási idő, vagy az ördög se tudja. Mit tudna például a földrajz tanár kezdeni ebben a laborban? Lenne valamire lehetősége? Egyszerű földtani folyamatokat, de elsősorban ők kémiai jellegű kísérletekkel bemutatni. Egy vulkán képződést, egy vulkán kitörést, vagy akár hát terepasztalon, ha lenne, akkor folyó munkavégző képessége, vagy hogyan plasztikai jellegű anyagok lennének, akkor akár gyűrődést, vagy akár felszíni vetődésrendszereket is be tudnának mutatni. Jelenleg nincs, viszont ami a gyerekeknek mindenképpen nagyon hasznos, hiszen 16 évig vezettem ásványgyűjtő túrát, és ez nagyon jó volt a gyerekeknek. Ötvös Imrét szeretném megemlíteni, hiszen ő valamikor az iskola karbantartója volt, de lelkes gyűjtő is lett, és ő vitt minket mindig az iskola busszal. És ezek az ásványgyűjtő túrák, ezek nagyon hasznosak voltak a gyerekeknek, és ezáltal az iskolának a gyűjteménye is gazdagodott. Hiszen itt elhangzott már Nemes Félixnek a neve. Ő vitte a szertárnak a rendszerezését, leltározását, és a régi jegyzőkönyveket én is elolvastam, és egy nagyon gazdag gyűjteménnyel rendelkezett, nem csak biológiai, tehát állattani, növénytani, hanem ásványtani. De a történelmi idők ezt az ásványgyűjteményt jócskán megkoptatta. És azt lehet mondani, hogy most, ami van az iskolának ásványgyűjteménye, ez most megyei szinten tényleg kiemelkedőnek mondható, és ezt legtöbb esetben a gyerekeknek köszönhető, azoknak a gyerekeknek, akik ebbe a gyűjtési munkálatokban, illetve túrázásokban is részt vettek. Tehát amiért most ennyire gazdag az iskolai ásványgyűjtemény, az tényleg a korábbi generációknak köszönhető. De én azt gondolom, hogy a gyűjtésen, de meg mindazon túlmenően, amiről már itt az előbbiekben is szó esett, én azt hiszem, hogy ezeknek a túráknak hihetetlen közösségépítő szerepe is van. Egyrészt nagyon jó sztorikat lehetne mesélni, hogy milyen jó dolgokat éltek át ezek is a gyerekek. Erről már esett szó. Úgyhogy egy-egy túra után, mikor beöltünk a buszba délután, olyan 3 óra, 4 óra körül, hát mindenkiket agyon csaptak. Pillanatok alatt aludtak, és náláson ébredtek fel, hogy már itthon vagyunk. Tehát nem csak, hogy kellemesen elfáradtak, hanem tényleg jól ki is beszélték magukat a túra folyamán, és tényleg ez megnyugtató volt, hogy nem idegeskedő, feszült gyerekek, hogy na most mikor érünk már haza, na még hova megyünk, na még mit kell még, hanem tényleg ezek a gyerekek nagyon élvezték ezeket a túrákat. Volt olyan túra, amikor ha autóbusz csak egy volt, akkor a szülők is bevállalták, hogy hozzák a gyerekeket, úgyhogy vagy 4-5 járművel mentünk. És hát mert hogy a gyerekek ezt fontosnak tartották, és gondolom rázták a szülők fülét, hogy akkor igen, és egy egész osztály elment. Egy egész osztály eljött ilyenkor túrázni. Tehát ez hasznos, nem csak az, hogy közösségépítő, hanem ilyenkor tényleg, ami a tankönyvben csak le van írva, itt kint terepen meg is figyelhetik. Tehát a hegységek képződését, amikor mutatom nekik a különböző földi folyamatoknak a végeredményét, és az, hogy milyen kőzetkörülmények között, milyen felszínanyagok között lehet keresni, nagyon kitanultak már egy idő után, úgyhogy voltak olyan rutinosok, akik megmondták a fiatalabbaknak, vagy az újaknak, nem úgy van, ilyen és olyan kőzetek alatt kell majd keresned, vagy ilyen-olyan felszíni anyagok között kell majd keresned azt, amit keresni kell. Tehát ugye itt közösségekről beszéltünk, és azt hiszem, hogy van, de majd javítsál ki, Marian, nem tudom, tehát hogy volt vagy van is, pillanatnyilag ezt nem tudom, egy olyan projektje az iskolának, ami
Határtalanul címmel futott, és azt hiszem, hogy ez valamilyen szinten a földrajzhoz is, és még sok minden máshoz kapcsolódik. Nem tudom, hogy kit kérdezek a témában. Marian, te voltál benne, vagy pedig... Mind a három eddig lezajlott határok nélküli túrán, mind a hárman ott voltunk. Mind a hárman. Na akkor Tünde, te talán kevesebbet szóltál. Akkor meséltem. Hát végül is ez a Határtalanul program pontosan az én osztályommal kezdődött, tehát mi voltunk az első pályázók. Igen. Mi voltunk az első pályázók, és hát mivel tényleg nagyon jó a kapcsolat a munkaközösségen belül, eleve a pályázatot így írtuk meg, hogy bioszos és földrajzos legyen, hiszen minél több tantárgyat érintett, annál több pontot lehetett érte kapni, így végül megnyertük a pályázatot, és hát így mi is részesei lehettünk az Imrével való túrázásnak felnőttként, ami hatalmas nagy élmény volt. Tehát amikor Imre mindenről be tudott számolni, azt a hatalmas tudást, ami van, azt átadta nekünk. Hát tátott szájjal figyeltük őszintén szólva. Ugye ez egyébként Erdély. Ez Erdélyben volt, így van. Torockó, Tordai Hasadék, Tordai Sóbánya volt a legfontosabb ilyen természeti képződmények, illetve Kolozsvár nevezetességeit néztük még meg, és hát tényleg egy maradandó élmény volt mind a három. Na, tehát eddig három határtalanul volt. Három ilyen kirándulásunk meg volt. Az én osztályom is volt, a mostani nyolcadikasok is voltak, és tudomásunk szerint most is nyertes a pályázat, tehát a mostani hetedikesek is fognak menni, így tudjuk, hogy folyamatban van, tehát lesz negyedik Határtalanul kirándulás, és nagyon jó, nagyon-nagyon sokat tanulnak a gyerekek, formálódik így van a közösség is, és az a lehetőség, az a kapcsolat, hogy belepillanthatnak az erdélyi iskolásoknak az életébe. Ugyanis Tündéjéknél még nem, de mikor már az én osztályom volt, akkor felvettük a kapcsolatot a Körösfői Általános Iskolával, hogy még több szál legyen, ugye, nézik, hogy milyen lehetőségek vannak a helyi közösségekkel, és akkor már nem csak a Böjte Csaba féle gyermek otthonnal vettük fel a kapcsolatot, hanem az általános iskolával, a Körösfővel, és hát nagyon nagy élmény, hogy találkozhatnak a körösfői gyerekekkel, hogy beszélgethetnek, hogy látják azokat a körülményeket, amiben ők tanulnak, és a másik, hogy találkozhatnak a gyermek otthonnak a lakóival, és nagyon sok gyerekbe igen-igen mély nyomot hagy, és úgy talán jobban értékeli azt a közeget, amiben ő itt élhet, és azt a családot, ami őt körülveszi, miután látja, hogy gyermek otthonban is szeretetteljes közegben, de mégis más közegben élnek a gyerekek, mint ő otthon. A földrajztanárnak mit jelentett, hogy a gyerekeknek közvetlen közelről megtudja azokat a egykori magyar területekhez tartozó, nagyon értékes és gazdag, mondjuk ásványkincsekben gazdag területeket mutat meg, azokat a természeti szépségeket, meg a hozzátartozó dolgokat. Tehát azért ez egy nagyon nagy plusz dolog lehetett, nem? Hát inkább a felszíni. A felszíni. Tehát felszíni, hiszen az Erdély-szigethegységben kalandoztunk és jártunk, és felszín alatti dolgok közül csak a Tordai Sóbányát láthattuk, és nekem is nagy élmény volt, hiszen nagyon régen voltam a Tordai Sóbányában, és ez az új kialakított showcentrum, ez tényleg egy nagyon szenzációs és nagyon különleges rendszere a tordai turisztikai világnak. Tehát itt elsősorban a felszín dolgokat, Királyhágótól egészen Tordáig, vagy akár Nagyenyed vidékéig, a szebeni térségig, de a felszín alatti dolgokat nem. De amit lehet, azt mindenképpen föltöltött szempontok alapján, a Pannon időszaktól kezdve a kárpáti vonulatok kialakulásaig, azt a gyerekek most így valahogy el tudják képzelni, hogy látják. Hogy látják maguk előtt, tehát hogyha inkább, még csak a felszínt is. De nekik az inkább a nagy élmény, az volt nagy élmény, hogy ekkora hegyeket még nem láttak sokan. Tehát ők meglátták, hogy, és kérdezték, hogy és Magyarországon, mondom, Magyarországon ez fele. Atya úristen. Hát igen, nyári időben is a gyalói havasokat meglátni, a hósikkás havasokat, szól azért van. Az tényleg egy nagyon vágó dolog. Vagy nem, Marian osztály, amikor mentünk, akkor ott a busz elején olyan időt fogtunk fel, hogy Királyhágóba ködbe mentünk. És a gyerekek akkor tudták meg, hogy a köd az nem más, mint a felhő. És akkor tanár, tényleg a felhőbe megyünk? Igen.
És esetleg, ha felérünk a tetejére, akkor ott megsütött a Ott nem sütött, mert eléggé nyírkos volt, meg eléggé szitált a köd, de a gyerekek így megtudták, hogy tulajdonképpen a köd az ugyanúgy a felhő, és felmentünk 800 méter magasságban, és a felhőbe mentünk. Hát ezek a nagy élményeknek. Ezek csodálatos, meg egyébként is a magyar irodalomnak, a magyar történelemnek ez egy olyan, ezek olyan ikonikus helyei, azt hiszem, hogy ide minden gyereknek el kellene valamikor jutni, hogy azért az egykor Magyarország volt. No. Tehát azt hiszem, hogy erről nagyon sokat beszélgethetnénk, de egy beszélgetésünk vége fele. Egy nagyon rövid kérdés mindenkihez. Tehát a méltatásokban elhangzott, hogy ma már bizony az emelt szintű érettségi a természettudományi tantárgyakból egyre nagyobb követelmény. A gyerekek ezt hogyan érzékelik, hogyan veszik? Hiszen sok szakmához, illetve továbbtanuláshoz, egyetemi felvételéhez akkor ezt szükségeltetik? Igen, több egyetemi irány is kötelezővé tette az emelt szintű érettségét, és nekünk azért van igen sok emelt szintű érettségizünk, mert a diákjaink készülnek ebbe az irányba. Az orvosi, fogorvosi, állatorvosi, gyógyszerész felvételi kiköti a két emelt szintű érettségét, biológia az kötelező, és választhat hozzá kémiát vagy fizikát. Az állatorvosi nem is választhatott, kötelezően kémiából kell emelt szinten érettségizni, és nekünk ezért van ilyen nagy számú emelt szintű érettségizőnk, mert hál' Istennek nagyon sok diákunk tanul most is orvosegyetemen, orvosként, fogorvosként, gyógyszerészként, tehát régebbi diákok is végeztek, sok tanítványunk végzett, jelenleg is sokan vannak, minden évfolyamon vannak, így aztán nagyon sok felvételizőt készítünk emelt szintű érettségire. Ugye most mindjárt az első fél év vége fele járunk, tehát jönnek ugye a jelentkezések. Most hogyan látott önni, hogy a gyerekek hogyan irányulnak, mert ugye most jön majd az, hogy be kell adni, vagy majd ha keresztfél éveztem, én pontosan már nem is tudom, hogy hogyan zajlik ez a modern korú felvételi. Hát igen, január végén, február közepén kell a jelentkezési lapokat beadni. Pillanatnyilag 9 fő van a kémia faktos csoportba, a 9 főből 7 szeretne emelt szintű érettségit tenni, orvos, fogorvos, gyógyszerész, és hát van, aki vegyészként szeretné folytatni, tehát csak a kémiát vinné tovább tulajdonképpen. Hát még a munka nagy része az előttünk áll, utolsó pillanatig. A gyerekek hát eléggé elfáradnak azért, tehát borzasztó nagy megterhelés, amikor két... Kell most ez a téli szünet, ami most jön. Tehát nagy megterhelés a gyereknek, amikor két emelt szintű érettségit kell megírnia. És hát ráadásul a biológia, kémia egymást követő napokon, úgyhogy nem tudom, hogy lehetne üzenni nagyjainknak, hogy ne tegyék már egymást követő napokra szegény gyerekek, akik bioszból érettségiznek emelt szinten, többnyire kémiából is fognak, és hát borzasztóan nagy stressz helyzet, meg nagyon fáradtak. De igyekszünk persze a legjobb tudásunk szerint belőlük a maximumot kihozni. Földrajzból hogy áll a helyzet az emelt szintű érettségivel? Vannak? Hát először is azzal kezdeném, hogy ahhoz, hogy a gyerekek vagy a diákok sikeresen tudjanak tovább lépni, ahhoz tényleg egy közös kapcsolatra van szükség, tehát együttműködésre. Jelenleg a végzősök közül, illetve 7-en vannak, ebből 2 emelt szintűre szeretne menni, de ő ilyen irányba is mennének, tehát földrajz irányban. Mindenképpen azért nem csak, hogy meglepetés nekem, de örvendetes, hogy egyre több helyen kérik a földrajz ismeretet is. Tehát vagy biológia, vagy földrajz eredményt kell nekik vinniük. Hát én azt gondolom, hogy ez valahol össze is függ, meg jó is, mert egyébként meg minden mindennel összefügg. Kedves tanárnők, kedves tanár úr, én még egyszer azt gondolom, hogy a város nevében is még egyszer szívből gratulálhatok a szép kitüntetéshez, és hát további jó és eredményes munkát, hiszen, mint ahogy elhangzott, bizony most jön még a hajrá, ugye a felvétel, vagy felvételi lapoknak a beadása, és még nagyon sok minden hiányzik ehhez. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további nagyon szép és eredményes munkát kívánok mindenkinek, és hát a 2016-ra pedig nagyon boldog új esztendőt gyerekeknek, ismerősöknek, kollégáknak. Keres egy minden téren megfelelő és kielégítő műszaki szaküzletet, akkor irány a Csiszer Kft.
televíziók, tablettek, mobiltelefonok, számítástechnikai kiegészítők, kávékapszulák, mosógépek, ruhaszárítógépek, hűtő- és fagyasztógépek, gáz- és kombinált tűzhelyek, kisháztartási gépek nagy választékban. Színben, méretben, formában nálunk olyat talál, amilyet csak akar, és minden mást, ami műszaki cikk. Keresse Hajdunánás legnagyobb műszaki szakáruházát a Széchenyi körút 36 szám alatt. Kedves nézőink, az elmúlt héten abban a megtiszteltetésben lehetett részlem, hogy az idén 155 éves Maklári Lajos Városi Énekkar egyik rendezvényén konferálhattam, és ha már ilyen szép évfordulóhoz érkeztünk, akkor jött a gondolat és az ötlet, hogy érdemes lenne az énekkarról egy kicsikét beszélgetni, így aztán nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai kedves vendégeimet itt a stúdióban, elsőként Szűcsné Sebestyén Irént, a Hajdunánási Dalra Fel Egyesület elnökét, mert hogy ez az egyesület működteti a Maklári Lajos Városi Énekkart, illetve Veres Sándorné Ica nénit, az egyesület elnökét, és Harangyné Simon Tímeát, mint szólamvezetőt. Köszönjük szépen, hogy itt vannak és elfogadták a meghívásunkat a mai estére. 155 éves a Maklári Lajos Városi Énekkar, és én pont azon gondolkoztam, amikor visszagondoltam, hogy 1859-1860-ban alakult ugye az énekkar, hogy azért rengeteg dolgon kellett keresztül mennie, hihetetlen történelmi eseményeket élt túl, nagyon fordulatos és változatos volt az élet ennek az énekarnak. Hát egy olyan gazdag múlt van, hogy van mire visszaemlékezni. Milyen ezt így megélni most, ezt a 155 éves évfordulót így napjainkban? Ki kezdi a választ? Ica néni? Én is kezdhetem. Igaz, hogy az elnök asszonyunk kicsit régebben kapcsolódott be az énekar életébe. Mi 32 évvel ezelőtt a drága párommal kapcsolódtunk be, és nagy megtiszteltetés volt, amikor a Város és Pedagógus Énekkarnak lehettünk tagjai, és nagy öröm volt, amikor 25 évvel ezelőtt felvettük a Maklári Lajos Város Énekkar nevet, és rá 5 évre pedig az általános iskola is Maklári Lajos nevét vette fel, és ez nekem azért volt nagyon lényeges, hogy mindkét gyermekem oda járt abba az iskolába. Szép és megtiszteltető volt, és jelenleg is az a kórus tagja lenni. Amikor ilyen évfordulókhoz érkezünk, bármiről is legyen szó, főleg, hogyha kerek évfordulókhoz érkezünk, akár egy 150-155 éveshez, itt ugye a Maklári Lajos Városi Énekkar esetében, akkor az ember mindig úgy elkezd gondolkodni azon, hogy milyenek voltak az előző évek, milyenek voltak azok az évek, amelyekről csak különböző fotók vagy írásos dolgok állnak rendelkezésünkre. Elnökként, az egyesület elnökeként, amely működteti ezt a Városi Énekkart, mit gondol erről a 155 évről? Hát a 155 évről alapvetően nyilván konkrét elgondolásom csak annyi lehet, amit a különböző históriákból ismerhetek. Azokról az évtizedekről viszont, amióta az énekkarnak tagja vagyok, és ahogy most végig körbenéztem és belegondoltam, rájöttem, hogy hármunk közül én vagyok valóban legrégebben énekkari tag, ugyanis 14 éves múltam alig, amikor az akkori egyik kar, Nagy Sebestyén Miklós tanár úr biztatására és a beígért csillagos ötösért énekből, ami valószínűleg a mostani gyerekeket csak megmosolyogtatná, akkor nekünk még ez egy komoly érték volt. A Városi Énekkar tagja lettem, és ez gyakorlatilag azóta folytatódik gyakorlatilag töretlenül, kivéve nyilván azokat az egyetemi éveket, amikor a városból távol tanultam. Tehát ezekről az évtizedekről tudok beszámolni, és én azt mondom, hogy valóban megtiszteltetés ennek az énekkarnak a tagjának lenni, és ez mindig is az volt, és gyerekként bekerülni egy olyan közösségbe, ami akkor egy lényegesen nagyobb létszámú, egy 40-45 fős közösség volt, és akkor már az akkori karnagykövetsőmre Karnagy úr, akkor is évekkel azelőtt már az énekkar karnagya volt, azt követően és hosszú éveken keresztül Sebestyén Miklós tanárúrral együtt, és látni azokat a jó példákat, hogy 30-40-50 éve énekkari tagok voltak már akkor is az énekkarosok sorában, és látva azt a példát, amit tőlük láttunk, hogy töretlenül mindenféle nehézség ellenére jöttek a próbákra, rendszeresen ott voltak, és érdekes módon azok a kifogások, amelyeket most nagyon sokszor megtalálunk, akár magam is, de mások is az énekkar tagjai közül, hogy
ezért azért nem érünk oda, és egyéb más elfoglaltságaink vannak, ami nyilván összefüggésben van a felgyorsult idővel is, meg a felgyorsult életritmusunkkal is, de akkor nem nagyon voltak. Tehát akkor az énekkari kezdőidőpontok pontosak voltak, a szólampróbák megvoltak, volt szólamvezető több is, aki ugye megtartotta az egyes szólamoknak a próbáját, tehát azt gondolom, hogy egy olyan rend és rendszer volt az énekkar életében, amit hosszú éveken keresztül nyilván azok a karnagyok építettek ki, akik több évtizeden keresztül vezették az énekkart. Nyilván a mostani énekkari tagok is igyekszenek mindent megtenni azért, hisz azért vagyunk együtt, hogy ez az énekkar fennmaradjon, és a karnagyok is, akik azóta már akár a mostani egyik beszélgető partnerem, aki szintén karnagya volt az énekkarnak, Timi, akár mostani karnagyunk Varga Miklós. Nyilván ők is igyekeztek, és most is igyekszenek megtenni mindent, hogy az énekkar egyben maradjon, de dalosok nélkül elég nehéz. Tehát én azt mondom, hogy az a legnagyobb problémánk, hogy a 155 év nagyon szép és nagyon hosszú idő, nyilván akkori nehézségek is megvoltak, amikor mondjuk 100 évvel ezelőtt nehézségeket kellett leküzdeni az énekkarnak, most is megvannak, de a legnagyobb probléma az a dalos hiány, és ezen mindig próbálunk munkálkodni, hogy próbáljunk új dalosokat szerezni és hívni az énekkarba. Reméljük, hogy ez a beszélgetés is mutatja azt, hogy mi szeretnénk, és mindenképpen akarjuk, hogy létezzen ez az énekkar, és ehhez szeretnénk hívni a többiek jó hangú dalosok segítségét a városból. Hogyha most belegondolunk talán csak a közelmúlt eseményeibe, akkor ha jól olvastam és jól emlékszem, valahol a 70-es években volt az, ahol Kövecs Imre és Sevestyén Miklós tanár úr megpróbálták fölépíteni, kiépíteni megint magát az énekkart, és akkor szólították meg azokat az embereket a városban, akik talán tanítványok voltak, mint ahogyan itt hallhattuk is az előbb, és valahogy úgy fogalmazott a szem Sevestyén Miklós tanár úr, hogy akikre lehetett számítani, vagy nem is tudom én, hogy fogalmazta meg ezt, ott a 70-es években alakult ugye gyakorlatilag újra megint az énekkar. Szóval ilyen elődöket követően kórusvezetőként azért te is jó néhány évet eltöltöttél a kórus élén. Hogyan tudnád a gondolataidat összegezni, hogyha az elmúlt időszakról kellene megemlékezni? Mint ahogy Irénke is mondta, én is már gimnáziumi diák voltam még, amikor elkezdtem a kórusba járni, de tulajdonképpen én egészen kisgyermekkoromtól már láttam, hallottam a kórust, a próbákat végighallgattam, ugyanis a régi zeneiskola épületében voltak az énekkari próbák, és én zeneiskolás voltam, és elég későn voltak nekem az óráim, mivel apukám, akkor még Tedelyen laktunk, és apukám kórustag volt, és hogy ne kelljen sokat várni, ezért közvetlenül, nagyon sokszor volt olyan év, hogy közvetlenül az énekkari próba előtt volt nekem zongora órám Kövecs Imre bácsival, és megvártam, beültem a kóruspróbákra, és megvártam édesapámat, és utána együtt mentünk haza. Úgyhogy ez a kórus kultúra, ez a hangzás, az együtt éneklésnek az öröme, a közösségnek az ereje, a színvonalas, a minőségi zene, az már tényleg nagyon korán úgymond megérintett, és én amikor 17 éves voltam, akkor kezdtem el járni énekkarba. Főiskolás éveket én is kihagytam, utána viszont végigjártam. Megszületett az első gyermekem, nagy pocakkal jártam a kórus próbákra, aztán hoztam a gyereket, ha nem tudtam hova tenni. És amikor a második gyermekem született, akkor már karnagya voltam az énekkarnak, és sokszor volt olyan, hogy a Mózes kosárban ott volt a kislányom a zongora tetején, és én tartottam a próbát, és ő szépen aludt vagy gőgicsélt, de teljesen természetes volt, hogy így dolgozunk. Úgyhogy most, mint gimnáziumi tanár, és mint az ottani kórusnak a vezetője, próbálom a diákokkal megismertetni az igényes zenét. Én már 8. éve nagyon sok
hát buktatón keresztül, de minden tanévben van énekkar, vezetek a gimnáziumban kórust, és most érkeztünk el odáig, hogy a gyerekek most már azt mondják, hogy na akkor most már ők nem slágerfeldolgozásokat, nem különböző külföldi vagy magyar olyan slágereket, akár eredetiben, hogy akár mondjuk alapzenére. Tehát kezdenek a komoly zene, az igényes zene felé fordulni. Természetesen nem én, tehát nem felhívásszerűen, hanem úgy véletlenül meghallják, véletlenül ott vannak, persze, hogy nem véletlenül. És hát nyilván, hogyha egy intelligens, nyitott és jó muzikalitású ember meghallja az igényes zenét, teljesen mindegy, hogy az most komoly vagy nem komoly zene, akkor is, tehát az ízlésükre nagyon jól lehet appellálni, jól lehet számítani, és hát ez lesz a jövő, hogy őket megszólítani igen, és behozni a felnőtt munkába, hogy nekik is életmódjukká válnak. Vajon miért ennyire nehéz megszólítani az embereket? Mert ahogyan én olvastam ugye az énekkarnak a történetét, hát mindig voltak olyan pillanatok, amikor volt valami, ami hátráltatta, de azért valahogyan csak sikerült mindig átlendülni rajta. Ugye, ha jól emlékszem, amikor megalakult, el kellett fogadtatni azt, hogy a, jól mondom, egy szólamú népdalok éneklése mellett, ugye ez a több szólamú éneklés, ez akkor ismeretlen és fura is volt az embereknek. Valahogy ezt is be kellett vinni a köztudatba. Aztán ott a 20. században, az 50-es években hát nem egyszer különböző politikai indítatású dolgoknak kellett elhangzania és felhangoznia, de aztán akkor is csak jöttek a nagy klasszikusok, és aztán az igényezzen, ahogyan te mondtad, végül csak az került előtérbe. Tehát mindig megvoltak ezek a buktatók. Ma miért ennyire nehéz megszólítani az embereket vajon? Hát azt gondolom, hogy talán azért, biztosan más oka is van, de azért is, mert azokban az időkben, amikről most beszélünk, hanem is az 50-es, de inkább a 70-es, 80-as években volt egyfajta, hát nem is kötelezés, én ezt nem mondanám, mint inkább egyfajta irányítottság vagy irányultság a pedagógusok körében különösen, hisz az énekkar maga is pedagógus énekkar néven és pedagógus énekkarként működött, tagja is volt ugye az Országos Pedagógus Kórusok Társaságának, és akkor az énekkarnak valóban egy 80%-át pedagógusok alkották, ami viszont most az utóbbi időben jelentősen lecsökkent, tehát most, hát majdnem, hogy azt mondom, hogy a 20%-a lett csak, akik most pedagógusok pillanatnyilag az énekkarból, és hát nyilván ez magyarázható a pedagógusok növekvő elfoglaltságával, magyarázható azzal, hogy amint mondtam is az elején, hogy volt egyfajta irányított énekkari tagság, vállalási felhívás azokban az években, és ez később aztán biztosan meg is maradt sokakban. Voltak azonban olyanok is, akik amikor ez a szabadabb választási lehetőség jött a 90-es években, akkor inkább az énekkarról mondott le, mint valami másról. Tehát ha választási lehetősége volt, akkor vagy az iskolai elfoglaltságot, vagy egyéb más családi és egyéb kötelezettségeit választotta azokban az órákban, amikor mondjuk az énekkari próbák voltak. És ez azt gondolom, hogy a mai napig is így van. Tehát kell egyfajta elkötelezettség ahhoz, hogy egyrészt tényleg egy igény a kórus közössége irányába, másrészt pedig afelé a zenei irányzat irányába, amit mi képviselünk, tehát mindenképpen kell, aki kórus taggá válik, egy ilyen belső igénynek lenni, mert biztos, hogy áldozattal jár az, hogy minden héten legalább egyszer kóruspróbát tartunk, amikor valamilyen szereplésre készülünk, akkor kettőt is, ha egy komolyabb rendezvény, akkor esetleg hármat is, tehát nyilván ez lemondásra és áldozattal jár, és én azt érzékelem a mostani időkben, hogy sok minden előre kerül az énekkar elé, és azt gondolom, hogy tényleg olyanokat szeretnék megtalálni, akik ezt a ranghelyet egy kicsit tudják előrébb tolni az énekkar irányába is, és talán minket részesítenek előnyben, de én ezeket a problémákat érzem. Hát Icanéni példája talán jó példa lehet, mert ha kell, akkor a Nanás Színházban jeleskedik Icanéni, ha kell, akkor ugye nótát énekelnek a barátokkal, ismerősökkel, ha kell, akkor pedig a kórusban végzi a tevékenységét, tehát lehet ezt akár így több dolgot is egyszerre csinálni.
Igen, egymás mellett is mehetnének ezek a dolgok. Engem motivált az, hogy akár a Nanász Színház, akár a Nyugdíjas Klub, akár a Nóta, bármelyik Nóta Klub tagja legyek, az, hogy Nótás Ajkó volt a párom, aki januárban itt hagyott bennünket, és azért tudtam ezeknek a civil szervezeteknek tagjai maradni, és a legeslegfontosabb, az első, az énekkar, ahová együtt mentünk, Sebestyén Miklós tanár úr kérésére hívott bennünket a Rüpűpába népdalkörből, hogy hallom, jó hangotok van, nyertek már, erősítsétek. És akkor kisé félve, mit keresünk mi ott pedagógusok között. És akkor olyan érdekes volt, hogy nagyon-nagyon visszahúzódva egy-két-három hónapig, és amikor Sanyit felkarolta Kék Imre, basszustársa, engem pedig Fülöpné Valika, hát csodálatos volt, mert pár hónap alatt ott voltunk fülünkkel, ha még ott a dőlásunkkal nem is, de fülünkkel ott voltunk, és tettük a dolgunkat. Úgyhogy nagyon, nagyon szép évek voltak. A mai napig is azért tudok ott lenni bármelyik csoportban, mert addig is ráemlékezem, és vele vagyok, de most ez a 155 éves évforduló, ez engem annyira felkavart, napok alatt azt éreztem, hogy már nem is biztos, hogy eljön a szombat este, mert belül pedig éreztem azt, hogy fog a basszus hangzani nélküle, mert ugye nekem az ő hangja nagyon hiányzik, bárhogyan énekelt is, és az ő jó kedve, az ő móka mestersége nagyon sokat felvidította Timikét, vagy megbosszantotta, de muszáj volt sokszor, hogy egy kis szünet legyen, és azt ő megtette. Azóta nincs ez a fajta vidámság. Lehet, hogy csak én érzem így, de ő ilyen volt, és ezt a elmúlt hetet is mindig, minden nap az ő emlékének szenteltem, és az, hogy az én nótás, népdalos pályafutásom ezennel befejeződött, mert én az ő hobbiát tisztelve mentem vele bárhová, úgyhogy maradok kórustag, ameddig az erőm és egészségem engedi. És nagyon-nagyon hipogatom a fiatalokat, mert sajnos végignéztük magunkon most szombat este, 50%-a 60 év fölöttiek vagyunk. És ezért mondjuk az iskolának, a gimnáziumnak, hogy gyertek, segítsetek rajtunk, és minden fiatalnak a városban hangunk, megjelenésünk, mindenünk kiöregszik. És nem lenne szerencsés, ha Makári kórus egy bottal, járókerettel kinéző kórus lenne, és nagyon-nagyon hívom az ifjúságot, fiatalságot, hogy inkább azt ne éljük meg. Szeretettel várunk mindenkit, én is csatlakozom az előttem szólókhoz. Erre Timi, te már említetted, hogy azért a gimnáziumban megvannak az elképzelések, és azért irányítod a fiatalokat, hogy milyen irányba menjenek. Üde színfolt volt, én azt gondolom, ezen a 155 éves találkozón most a református gimnáziumnak a jelenléte, és ott azért lehetett látni olyan pedagógus kollégákat is, akikről megmondom őszintén, én nem is gondoltam volna, hogy ilyen módon is ki tudja a részét venni egy közösség életéből. Szóval akkor azért mégiscsak van hova nyúlni? Persze, őket be lehet csalni vajon? Nem tudom, őket kell megkérdezni. A tanárdiák kamarakórus az körülbelül 3 éve, 4 éve indult. Pontosan azért, mert akkor még a diák kórus egy kicsit ellenállóbb volt, és mindenképpen akartunk klasszikus kórusműveket énekelni. És három kollégámmal alakítottuk meg ezt a kamarakórust, és minden, tehát pontosan voltunk 4-en, 2 hölgy, 2 férfi, 4 szólam, és mind a 4-ünkhöz kerestem egy-egy diákot, akinek mind a az énekhangja, mind a kotta ismerete, a kotta olvasási ismerete, meg egyáltalán az igényes gondolkodása az olyan szinten volt, hogy lehessen énekelni.
és egyre több diák, amikor először meghallottak bennünket énekelni a diák kórus tagjai, akkor 5-6-an rögtön odajöttek hozzám, hogy de ők is szeretnének ebben az énekkarban énekelni inkább. És fokozatosan átalakult ez a két kórusból lett egy, és most már mindenki ezt a klasszikus, komolyabb vonalat viszi, és hát reményeim szerint akkor be tud majd kapcsolódni a városi, tehát tud majd nyitni, nem egy iskolán belüli kórus, az is nagyon szép eredményeket tud elérni, sőt, de ha egy városért, egy városnak áldozza a tehetségét, akkor az tágabb teret nyit az ő fejlődésének. Most volt ugye a kórus találkozó, amit már itt Szőrmentén azért érintettünk a 155 év tiszteletére. Hogyan lehet értékelni? Itt azért megmutatkoztak a környékbeli kórusok is, itt volt Ustronyból, a testvérvárosunkból a Csantória kórus is, még beszéltük is viccesen egyik beszélgetésünk alkalmával, hogy hát még ők gyerekek a maklári kórushoz képest, hiszen 1987-ben alakultak, de hát szép számmal képviseltették itt a többiek is magukat. Milyen volt a rendezvény? Azt hiszem, hogy hiúság lenne azt mondani így elsőre, és nagyon bátran kijelenteni azt, hogy jól sikerült rendezvény, de mégis merem ezt mondani, sokkal inkább a visszajelzések alapján, mint a saját dicséretünkre, de azt gondolom, hogy azok a visszajelzések okot adnak arra, amiket kaptunk, hiszen még ma is kaptam egy telefont a volt társadalmi elnökünktől, hogy ő mennyire jól érezte magát, és mennyire büszke volt, és mennyire örült annak, hogy ez az énekkar most is így működik, és ugyan kicsit fájt a szíve, de Ehlinger Józsi bácsiról élén szó, hogy ő már nem tud énekelni a kórusunkban, de nagy örömmel hallotta, hogy milyen szépen és jól énekelt a kórus, és hogy nem hagyjuk azt a énekkari múltat veszni, ami ugye a 155 évet jelenti, hanem töretlenül és minden nehézség ellenére működünk. Azt gondolom, hogy ez az egyik olyan visszajelzés volt számomra, ami nagyon fontos volt, és bizonyította azt, hogy egyrészt igény van a ilyen jellegű rendezvények iránt, másrészt pedig, hogy valóban nem lehetett rossz ez a rendezvény. Másrészt pedig igaz, hogy nem volt olyan rettenetesen nagy a létszáma a nézőközönségnek, de akik ott voltak, azok úgy gondolom, hogy biztos másnak is, de nekem többen azt a visszajelzést adták, hogy nem is tudták, hogy egyébként ez az énekkar ilyeneket is tud énekelni. Tehát alapvetően nem is igazán tudom, mit gondoltak, hogy mit éneklünk, de volt ilyen visszajelzés, hogy hát ezek olyan kis könnyed, vidám dolog, és milyen jók voltak ezek. És hát én azt gondolom, hogy igen, tudunk miért is, meg hát tudunk nyilván sok minden mást is, hisz elég széles repertoár erre az énekkarnak. Minden esetre úgy gondolom, hogy az is egy elismerése volt a rendezvényünknek, hogy a maklári család képviseltette magát. Ugyanis azt gondolom, hogy igyekszünk ezt a szálat folyamatosan fenntartani és megtartani, ezt a kötődést a énekkar névadójához. Bár speciál az én életemben a kórusokhoz való kötődésemet gyakorlatilag végigkísérte, hisz az általános iskolai alsós énekkart Kövecsimléni Manyika én vezette, ahol 34-es koromban voltam, 4. osztályos koromban voltam tag, aztán a felsős énekkart Kövecsimre, későbbi városi énekkari karnagy is vezette, utána a gimnázium énekkart Sebesnyi Miklós tanár úr, és ugye én 3. korom óta, tehát gyakorlatilag 9-10 éves korom óta, 9 éves korom óta folyamatosan énekkari tag vagyok, voltam, és a maklári család valamilyen úton, módon azt gondolom, hogy akkor a városban minden énekkarhoz kötődött. Nyilván a városi énekkarhoz leginkább azóta, amióta ez a névfelvétel megtörtént, és visszatérve arra vonalra, hogy egyik elismerése volt ennek a rendezvénynek az, hogy dr. Kovács Imre megtisztelt minket jelenlétével a maklári család képviseletében, el is mondott néhány gondolatot a családját érintően, illetőleg a kórusunkról. Úgy gondolom, hogy későbbi véleményét is figyelembe véve is mutatja ez is azt a szükségességét találna, vagy a létjogosultságát az énekkarnak, hogy helye van a város kulturális életében az énekkarnak, és nem szabad, hogy ezt a 155 évet ne kövesse újabb, ki tudja mennyi, de minél több. Minden esetre, hogy azok, akik most tenni tudunk érte, mi mindenképpen tegyünk.
Tehát az alapkérdésre visszatérve én azt gondolom, hogy talán szerintem esélynek állíthatjuk azt, hogy egy sikeres rendezvény volt, mindenképpen igyekeztünk a 105 évet méltó módon megünnepelni. Akár a meghívott kórusokat figyelembe véve, tehát tényleg építettünk arra, hogy a gyerekkórustól a középiskolás kóruson keresztül felnőtt kórusok is legyenek. Mutattuk azt, hogy a meghívott kórusokkal olyan viszonyban vagyunk, hogy ez egy gyakorlatilag ilyen testvérkórusi kapcsolat, akár a téglási kórussal, akár a böszörményi kórussal, tehát hogy fellépési lehetőségek is vannak, találkozási lehetőségek is vannak, tehát egyfajta közösség élet is folyik, nem csak a kóruson belül, hanem a kórusok között is. Ez is azt gondolom, hogy motiváció lehet arra, hogy egy közösséghez tartozás igénye, akiben van és él, az lehet mondjuk egy kórusnak is a tagja és a kórus életének a részese. Ha már itt a szervezésről is beszéltünk, itt Szanéni volt az egyik fő szervezője ugyanennek a mostani kórus találkozónak. Nehéz volt megszólítani a többieket, bár ahogy itt az előbb hallottam, azért szívesen találkoznak a kórusok egymással. Nem, én voltam a főszervező, az egyik szervező. Nem volt nehéz őket megszólítani. Talán várták is, hogy jöjjenek, és én úgy tudom, mert állandó kapcsolatban voltunk Irénkével, telefonon, e-mailen, hogy kivel sikerült beszélned, kivállalta el, és nem mondott egy kórus sem, hogy nem fogadta el, sőt, megtisztelve érezte magát, és ez látszott rajtuk, hogy ahogy a téglási kar nagy felesége elmondta, hogy jöttünk a nagy testvérhez, mert akkor, amikor mi még 40-en voltunk, akkor még csak alig 20-an voltak, és akkor mondtuk viccesen egy pár évvel ezelőtt, hogy a kis testvér és a nagy testvér. Hajdúböszörény pedig azt mondta, hogy bármennyien vagytok, meglepődtem a Karnagy úr, Gárfiatelnek a véleményén, akkor is nagyon jó volt. És azt szeretném, hogy 2016-ban együtt csináljunk egy nagy koncertet, mert látom, hogy van hangszeres kísérőitek, és nagyon jó, nekünk is van, és úgy szeretnék egyet, hogy azt láttuk Hajdúböszörmény részéről is, hogy szívesen jönnek, sok-sok éves valóban a kapcsolat. De hát van olyan kórus, akivel lazábbak lettek a szálak, őket nem is szólítottuk meg. Azt gondoltuk, hogy mivel ilyen idősödő kórus lettünk, sajnos, ezért most a fiatalság jöjjön előtérbe, és a Csantóriára visszatérve, kérdezted az előbb, még kiskorúak is voltak, akikről nem is gondoltam, hogy három fő 18 éven aluli volt, és hát olyan lelkesen, mint a felnőttek. És ők nagyon nagy létszámban képviseltették egyébként magukat, engem meg is lepett, hogy milyen sokan voltak. Igen, 40-en érkeztek, és ebből 39-en fel is léptek, mert a templom, a református egyház gyülekezeti termébe tudtam megnézni vasárnap, amikor mi leghátul voltunk a hárman, talán, hogy segítsük őket elhelyezkedni, és akkor számoltam meg. Gyönyörű volt. Nagyon méltó volt a karácsonyi koncertjük is. Nagyon szép a ruházatuk is, úgyhogy én azt hiszem, hogy emelték az estvényét a jelenlétükkel, kedvükkel, fiatalságukkal, zenei kísérettel. Őket hogyan sikerült megszólítani? Mert hát a böszörményi, a téglási csoportoknak ugye sokkal könnyebb idejönni, Usztrogy azért nem a szomszédban van. Valóban nincs a szomszédban, de szerencsére azért a testvérvárosi kapcsolat apropóján személy szerint engem a városhoz is, a városban a tolmácshoz is, aki szokott tolmácsolni Hajdonánás és Usztrony között, illetőleg hát a kórushoz meg a kórus sok éves ismeretség, barátság fűz, tehát az ottani tolmácsnak a közreműködésével vettük fel a kapcsolatot először a kórussal, és rajta keresztül tolmácsoltuk a meghívásunkat. Utána viszont az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a kórusban többen voltak a Csantóriában is, és a miénkben is, akik angolul tudtunk kapcsolatot tartani, és utána már e-mailen keresztül viszonylag egyszerű volt ezt a levelezést bonyolítani. Még azt is, hogy ők a magyar kottákat megkapják, és próbálják a magyar öszkari műveket megtanulni, illetőleg mi kértünk tőlük egy olyan lengyel dalt, amit talán nem olyan nehéz nekünk megtanulni, és a kiejtést nagyjából még szintén fonetikusan is megkaptuk, tehát
azt gondolom, hogy ez a kapcsolatfelvétel ilyen módon zajlott, és hát hál' Istennek mindent jót meg tudtunk beszélni egymással ilyen csatornákon keresztül is, és ők pedig nagyon ügyesen választották az Öszkari művet, mert ugye gyakorlatilag mi csak a refrénben kellett, hogy segítsünk, de azt hiszem nagyon lelkesen tettük. Gasząc w sercach naszą złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Nie jeden świt powróci z wątpień głos, rzemieniem sprawi trąb. Powróci twarzy Mars na powitanie dnia. Znów milczenie set regułą będzie nam. Mi lehet a jövője vajon a Maklári Lajos Városi Énekkarnak, hiszen itt ugye nagyon sokat beszéltünk már erről a 150 évről, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy honnan indult, hogy milyen buktatók voltak, karnagyoknak a nevei is előtérbe kerültek. Milyen lehet vajon a következő 5, 10, 15, 20 év? Nincs varázsgömbünk, nem látunk a jövőbe, ez biztos, de ki mit gondol? Timi? Én azt gondolom, hogy olyan lesz a jövő, hogy ennek a beszélgetésnek a hatására, és az összefoglalóról készül, vagy a koncertről készült összefoglalónak a hatására, december 31-én a városban jó hangú embereknek a 80-80%-a azt az újévi fogadalmat fogja tenni, hogy az első kórus próbán jön, és itt lesz, és együtt énekel majd a mostani tagokkal, és hát akkor egy fantasztikus jó énekkar jön össze, akik nem csak belföldön, hanem külföldön is öregbítik Hajdunánás hírnevét. Én ezt így gondolom. Legyen, optimistán kell a jövőbe tekinteni, mindig ezt szokták mondani, és legyen neked igazad, ahogy szokták mondani. Ica néni, mit gondol vajon a folytatásról? Milyen lehet a jövője ennek a énekkarnak? Nagyon szép jövőt jósolok az énekkarnak, ha ez a pár perc felhívása fiatalok felé, akkor valóban fognak jönni, és nem hagynak bennünket úgy, ahogy éreztük össz folyamán, hogy kevesen vagyunk, és nincs fiatal erő, és bizony betegesek voltak a idősödő társaim. Én csak azt szeretném, hogy legyenek férfi énekeseink többen, hogy ne kelljen mazsolázni rossz kifejezéssel a kották között, hogy olyat válasszunk, hogy az a 6 férfi is tudjon hangozni. Összhangzat legyen, mint ahogy annak idején megfogalmazta Maklári Lajos bácsi, hogy összhangzatos énekkar, és ezt hallottuk többször Miklóstól, Sebestyén Miklóstól, Kövecs Tanár úrtól, de hát ugyanígy a mellettem ülő volt karnagyunktól is, hogy hát ha csak ennyien vagyunk, akkor nem fog úgy hangzani. Csináljuk, mert majd meggyógyulnak és jönnek,
És bizony, amikor beteg volt a téglásról átjáró karnagyunk, aki most is elfoglaltsága miatt nem ért ide, akkor gyorsan ment a telefon, azt se tudtuk, hogy merre, hol van éppen Timi, mert ugye ő már akkor dolgozott, hogy gyere, légy, segíts legalább a szólampróbába, segíts be, mert most megint egyedül vagyunk, és nem szeretnénk hazamenni. És mindegy, hogy festés volt, hogy hol, merre próbáltunk, jött, tettük a dolgunkat, volt, és azt szeretném, hogy ez csak jobb legyen, és sokkal te jobb, és jó egészséggel nézzünk a jövő elé, és legyen még sok-sok 10 éve ennek az énekkarnak. Mik a tervek, a konkrét tervek a következő időszakra, és hát vajon mit hozhat a jövő? Hát az optimista jövőképhez csatlakozva mindenképpen is azt szeretném látni, hogy van komoly jövője az énekkarnak, és ezért azt gondolom, hogy meg is kell tennünk mindent, annak érdekében is, hogy a kórusok valóban vonzónak találják a kórus muzsikát és a kórus közösségét. Azokat a lehetőségeket, amelyek évekre visszamenőleg adottak voltak, a szereplési lehetőségek, akár a városi rendezvényeken való szereplések lehetősége, akár a testvérkórusok által az ő rendezvényeiken, vagy az országos kórus találkozó, vagy a megyei kórus fórumon való részvétel lehetőségét mindig igyekszünk kihasználni. Ehhez nyilván segít az önkormányzat által nyújtott civil szervezetek részére adott támogatás, segít az egyesület tagjainak tagdíj hozzájárulása, illetőleg hát segítenek azok a szponzorok, akik most is segítettek nekünk ennek a rendezvénynek a megszervezésében, és én bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, és ez a hármas egység az anyagi forrás biztosítja, és akkor azok a fellépési lehetőségek pedig vonzóak lehetnek azok számára is, akik mondjuk nyilván mindenki fontosnak tartja, de mondjuk egy fiatal számára talán még fontosabb és vonzóbb az, hogy hová tud eljutni egy kórussal, hol tud szerepelni, esetleg az országhatárokon túl is tudunk-e menni. Én hiszem azt, hogy igen, mert ugye az usztrai csantórénekkarra valóban jó kapcsolatot ápolunk. Én hiszem azt, hogy ők is számítanak ránk egy-egy rendezvényükön, de ezen túlmenően is vannak nekünk olyan kapcsolataink, amit hogyha elegen lennénk, és olyan kórusműveket és olyan műsort tudnánk összeállítani, ami mondjuk méltó egy-egy olyan rendezvényre, amin korábban részt vettünk már, akár Szlovákiában, akár Erdélyben, tehát több helyen, akkor úgy gondolom, hogy oda is valószínű, hogy visszamehetnénk. Úgyhogy ennek érdekében én azt gondolom, hogy már is örömmel és szívesen invitálom azokat a városlakókat, akik a Timi szavaival élve fogadalmat tesznek, és szeretnének a jó hangok 68%-a, ahogy mondtad. Az első kóruspróbánkon megjelenni, amit január 12-én 6:30-kor tartunk a Művelődési Központnak a földszinti zongoratermében, úgyhogy ide hívjuk és várjuk azokat a leendő dalostársakat, akik szívesen részt vennének ebben a munkában, és szívesen részesei lennének annak a több 10 évnek, amit Iccus jósolt, vagy annak a tolongásnak, ahogyan Times látja a jövőt, hogy rengetegen jönnek, és székeket kell berakni még a terembe reményeink szerint, hogy a kóruspróban elég legyen. Úgyhogy ezt a jövőképet szeretném látni magunk előtt, és szeretném, hogyha megvalósulnak. Hát, ahogy Sebestyén tanár úr fogalmazott, ugye voltak itt azért olyan előadások is, amikor vagy húsvét előzetes tartottak a mozipresszóban, vagy éppen már Imre napját ünnepelték, igen, ugye egy nappal később, és aztán nem jelentek meg, és üres széksorok voltak. Tehát erre mondtuk azt, hogy nehézségek mindig voltak, de mindig sikerült túllendülni. Én kívánom, hogy így legyen ez most is, jöjjenek tényleg minél többen, éljen és virágozzon ez az énekkar, és hát én a magam részéről pedig abban bízok, hogy majd mondjuk 155 év múlva, amikor ugye ismét egy nagyon jeles fordulóhoz érkezhet a Makrály Lajos város énekkar, akkor előveszik majd ezt a felvételt, és talán egy ilyen kórus találkozó, vagy levetítik, hogy no, amikor 155 éves volt az énekkar, akkor egy ilyen beszélgetés történt itt a városban. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és megosztották velünk a gondolataikat. Köszönjük a lehetőséget.